esetében, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: Mester, szólj testvéremnek, oszta meg velem az örökségét. Ő így válaszolt neki: Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy birátok legyek, és elosztam az örökségeteket? Majd a tömeghez fordult, és így szólt: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapisságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Példabeszédet is mondott nekik. Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott, így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termésemet. Tudom már, mit teszek. Lebontom a csűrjeimet, és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az életet. Ám az Isten így szólt hozzá: Esztelen, míg az éjjel számon kérik tőled lelkedet, ki érez mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Jézus! Kedves első áldozók, valamikor szüleitek hoztak el benneteket a templomba, hogy a keresztség révén Isten gyermekei legyetek. Akkor ők, szüleitek és keresztüleitek vallották meg hitüket, és erre a hitre kereszteltünk meg titeket. Azóta sokat törődtek veletek, gondoskodtak rólatok, tanítottak minden szépre és jóra. Most azonban eljutott a szent nap, amikor már saját magatok jöttetek el a templomba, hogy találkozzatok a mi Istenünkkel, Jézus Krisztussal a szent áldozás révén. Ez a találkozás őszinte szerető, hitet kíván tőletek. Ezért most újítsuk meg mindannyian a keresztségi fogadalmunkat, első áldozó, szülő és az egész keresztény közösség, immár saját szavainkkal és elhatározásunkkal. Ezért teszem fel a kérdést első áldozóknak, szüleiknek, keresztülőknek és az egész keresztény közösségnek: fölállunk a hit vallásán, föl kell állni. Ezért kérem, válaszoljatok az egyház kérdéseire. Ellene mondottok-e a sátánnak? És minden cselekedetének? És minden csábításának? Hisztek-e az Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kihanált szemlélet, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hiszem! Hisztek a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben? Hiszem! Kedves első áldozók, kedves hívek, örömmel hallottam tanúságtételeteket, amellyel megvallottátok szent hitünket. Legyen mindig élő bennetek ez a hit, hogy semmi el ne szakíthasson bennünket Krisztus szeretetétől és jóságától.
Amen. Könyörögjünk, kedves gyermekek és felnőttek! Kérjük a mennyei Atyát, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött fiát, Jézust adta értünk, tudjunk az ő igaz gyermekei lenni. Add, hogy ezután gyakran áldozzunk, s a veled való találkozásaink jobbakká tegyen minket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk! Igen, hallgass meg minket! Sejts minket, hogy ez abban is meglátszunk tévé életünkben, hogy jobban szeretjük szüleinket, nagyszülőinket, testvéreinket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, igen, hallgass meg minket! Segíts minket, hogy szívesen járjunk templomban, ahol egymást látva erősödjünk hitünkben, és jobban megismerjünk téged. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, igen, hallgass meg minket! Segíts, hogy jó szívű, tisztelettudó gyermeket legyünk, akik másoknak örömet és nem bánatot okoznak, hanem téged szeretnek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, téged, hallgass meg minket! Családunkban hagy békességet, szeretetet és ad, hogy a mennyországban is mind együtt lehessünk. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, téged, hallgass meg minket! Végül kérünk, segíts minket, hogy hűségesek legyünk, sohasem árulók, és elvigyük szeretetedet az emberek közé. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, igen, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy szent tested és véred őrizze meg ezeket a gyermekeket az örök életre, hogy igaz lelkűek és tiszták tudjanak maradni a világ bűnétől. Add, hogy övék legyen a boldogság, amit a téged szeretőknek ígértél, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható örök Isten Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt. Majd feltámadásával megnyitott az örök élet útját, és hozzád, Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és a szentek kórusával együtt dicséretet hímszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Pápánkkal, Márton püspökünkkel, az egész papsággal együtt.
Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvérénkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy,
Ima Isten báránya, ima virág lesz a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hagyjuk a jöjjét, hanem csak egy szóval mond, és megnyugul az életem. Jézus, Jézus, jöjj hozzám, téged szívemből kíván, ő barátja lelkemnek, velem egyes ügyetek, várom minden vénkemet, melyen megsebeztelek, szeretetem téged vár, Oh,
használta engem, Krisztus mind szenvedése, erősíts meg engem, ó jó Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidre recsel engem, ne engedd elszakadnom tőled, a gonosz ellenségtől, oldalmazd meg engem, határom munkáján, hívd magadhoz engem, és parancsolod, hogy hozzád jöjjek, hogy szenteiddel dicsérjelek, ne lakadj már, édes Jézus, mert csókolok, megölelek, hogy jól érez magad nálam, megígérem, hogy jó leszek. A rossz és az ördög ellen hősiesen küzdök veled, ami szép van szívecskémben, mindent odaadok neked. Apát, anyát, családunkat, jó Jézuska, áld meg nagyon, csókold rám az áldásodat, én majd otthon tovább adom, ámen. Könyörögjünk. Istenünk, mennyire dellel tápláltad lelkünket, oltalmazd minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásra és méltó legyünk Krisztus a mi Urunk által. Kedves első áldozók, most hozzátok akarok szólni elsősorban szülőköd maga többi hívekhez is. Mert különleges napon az egyház naptárában, ha hazamentek, megnézitek, oda van írva, hogy Vajorai Szent Ignác. Egy különleges személyiség volt, 1528 éve született. Sok idő telt el azóta. És az az Ignác bácsi katonatiszt volt. Harcolt a spanyol háborúban. Megsérült. És hogy megsérült, elvitték a kórházba. Okos ember volt, sokat tanult, és a kórházban azt mondta a nővéreknek, az apácáknak, akik ott voltak vele a kórházban, hogy hozzon nekik valami karangregényt, hogy olvasson, teljen az idő, amíg ottan kezelik a kórházban. És akkor azt mondták a nővérek, hogy sajnos karangregényünk nincsen, de van a Szentek Élete és a Szentírás. És azt adták oda neki, a katonatisztnek, sérült katonatisztnek, és kezdte olvasni a Szentírást és a Szentek Életét. Tudott ő valamint a vallásról, pont úgy, hogy mi kínlottunk egy hónapon keresztül ezt és azt is megtanulni, és kezdte olvasni, és ott jut a nagy változás számára a sérült katonatisztnek az életében, hogy megváltoztatta az életét. Már többet nem akart kardot fogni, kilépett a katonaságtól. Aztán 35 éves volt, amikor 6 társával, összesen 7-en voltak, az Oxfordi Egyetemre jártak akkor, egyetemi tanárok voltak, és megalapították a Jézus Szíve Társaságát. Úgy nevezzük most, hogy jezsuiták. Nem sokára 500 éve van, hogy ez megalakult, ez a szerzetes rend. Elmentek Rómába a pápához, és kérték, bevitték a reguláljukat, a szabályzatot, bemutatták az akkori pápának,
hagyja jóvá az ő működésüket. És a pápa jóvá hagyta, és képzeljük el, ez a rend most is működik. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a legokosabb szerzetes rend a világon, akik a pápának a pártfogói lettek ezelőtt 500 évvel, és most is. Olyan dolog van náluk, hogy kb. 33-34 éves korukban szentelik pappá. Legalább egy-két doktorátus le kell tegyenek az egyetemen, hogy a rendnek a tagjai legyenek. Nagyon sokat tanulnak. Nálunk is az országban voltak nagyszerű jezsuita atyák. Én még néhányat ismertem, mint kis pap, vagy később még pap is, sokat tanultam tőlük. Most látjátok, ti ennek a Szent Ignácnak a napján lettetek első áldozók, Jézus társaságnak tagja azt mondja, hogy Jézus katonái, ti is azok lettetek ma. Jézusnak a kis katonái. Jó, nem kell kardot fogni, hogy holnap után mentek keresztesen kardot, itt vágjátok össze az embereket, szó sem, hanem tanúságot tenni arról, amit tanultunk, tanúságot tenni a hitünkről, amit megvallottunk ebben a szentmisében. Tegyétek ezt meg. Nem csak ma, holnap után is. Olyan boldog volt, amikor láttalak, amikor megérkeztem reggel, 7 perccel érkeztem meg. És itt álltatok a szekrestye ajtóba, gyönyörűen felöltözve. Ti angyalkák vagytok. Valamennyien. Jézus barátai lettetek. De ezt nem szabad elfelejteni. Ezt meg kell őrizni. És olyan boldog volnék, őszintén kérlek benneteket. Na, az egy héten is lesz. Akkor 10 órakor lesz, ami se nem 9 órakor, ma korábban volt ez a programom. Hogy jövő vasnap is 10 órakor gyertek el. Augusztus első vasárnapjára is a szentmisére. Sőt, mi több, ideálltok mellék minisztrálni. Most hoztam ezek a kis angyalkák. Ma egy hete voltak első áldozók. Pont olyan boldogok voltak, és vannak a ma is, mint ti. De nem szabad elfelejteni. Ígérjétek meg nekem. Hogy is beszéltük a tegnap előtt? Igen? Lássam. Igen. Jó keresztények akartok lenni. És ha nekem örömet akartok okozni, akkor ezt tegyétek meg. Még egy kicsit történet mondok el, még van 2 percem, mert nézem az órámat, hogy lejár az időm. Volt egy feléket kis fiúcska az egyik faluban. És az édesapja nem engedte templomban meg hittanra. Amikor a hittanról, meg a szentmise volt, akkor kötelezte a kis felike fiát, hogy menjen el, és árulja a cigarettát, hogy egy kis bevétel legyen belőle. Az osztálytársai megtudták ezt a dolgot, összefogtak, azt mondták, na pedig jött a hittanra, nézd a templomba, és utána veled megyünk, és gyorsan eladjuk a cigarettát. Szétszorjuk hamar, és adjuk a pénzt. Ez sikerült is, csak az apuka nem tudta ezt. Aztán az osztálytársai összefogtak, pénzt gyűjtöttek össze, Ferikének, hogy vegyenek neki ruhát az első változással. Ott volt a hittórákon, a miséken, csapat összefogott, segítették, sőt, pénzt is vettek, adtak össze. Igen, ám csak probléma a ruhának a megvétele. És Ferike azt mondta, én ruhát nem tudok venni, csak ha édesapám jóvá hagyja. És őt összegyűjtött pénzt. A gyerekek kis csoportban összeadtak,
Feligya hazavitte az édesapjának, és átadta a társaimeket, adták arra, hogy vegyünk el sajnozási ruhát. És akkor az apuka, aki addig minden pénzét italra költötte, ledöbbent. Jóvá hagyta. Az összegyűjtött pénzből Ferikének ruhát vegyenek. És ott volt bele az elsajátítási ünnepséget. Ott ült a padmintat, és szüleitek itt ülnek. És az apuka megváltozott attól kezdve. És jó apuka lett, jó férj, jó édesapa. Igen, mert a gyerekek összefogtak, és segítették. Vagy én is ezt kérném tőletek. Fogjatok össze. Szeressétek egymást. És nem csak ma. Jövő vasárnap, azután is. Gyertek ide, legyünk együtt. Együtt imádkozzunk. Együtt kérjük a Jóistennek az áldását, a kegyelmét. Legyünk mi jó barátok, Jézusnak a barátja és társai. Jó, ezt a szülőket is kérem erre. Segítsenek. Nem jó szülők, de a kis gyermekek kis palánták. Pont úgy, mint a kertben. Ha nem gondozzák a palántákat, elszáradnak, és nem hoznak termést. Ha ti lelkileg nem gondozzátok őket, kiürülnek, olyan bocsáss meg, hónap után már bajt okoznak nektek. Kérlek szépen, álljatok mellettük és segítsétek őket. Bis Prinz, Cseszkopi Szentőn, Krestere. Trebuie să-L ajutați și mai departe, cum am spus la începutul Sfântei Liturghiei. Mulțumesc în numele Bisericii că ați dat viața, l-ați crescut și l-ați ajutat să ajungă aici în casa lui Dumnezeu, să aibă parte de această festivitate frumoasă, spirituală. Dar nu se oprește aici activitatea și datoria voastră. Trebuie să educați și mai departe, în mod creștin, ca să rămâne bun credincioși. Numai cu ajutorul și cu exemplul vostru se învârtuieze această datoria creștină, care este obligația părinților, bunicilor, dar pentru toți credincioși. Vă doresc să aveți astăzi o sărbătoare foarte frumoasă. Puteți copii să rămâne ziua de astăzi neuitat, ultima zi din luna iulie 31, când sărbătorim pe Sfântul Ignațiu, întruptătorul iezuiților. Eu sper o să ne mai întâlnim. Kérlek. Most pedig jön a szülő köszöntése. Édes jó szüleim, örömmel és boldogsággal van a szívünk tele, mert először hívott Jézus egy vendégségbe. Édes jó szüleink, örömmel és boldogságunk van a szívünk tele, mert először hívott Jézus égi vendégségbe. Ezt a lelki élményt köszönjük nektek is, Jézushoz vezető édes jó szüleink. Teszitek szép és földi életünket, Isten szeretettel töltitek lelkünket. Ma mindenföldi jóval, ha többet adtatok, ezt az áldozóra a templomba hoztatok.
Vagy most játszik veled, tessék. Rosszul adtam, hogy itt cseréltek ki egymás között. Ez a testvérem. Ügyesek voltatok. Köszönöm szépen. Milyen csapat voltunk? Ez az. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Misi áldozatot bemutattuk. Járjunk békével és éljünk szeretetben. Főtől elnézést kérek, én kemény voltam, igen, tudom. De muszáj volt ahhoz, hogy ezt a mai napot megünnepeljük. És megértést kérek a szülők rész és a támogatást, köszönöm szépen. Most egy ünnepélyesen kivonulunk, és a templom előtt készítünk egy közös szertet, képet. Legyen maradjon meg az emlék, és a Jézus pedig majd elkészíti a videót, és majd meg lehetesz rendelni, hogy lehetesz venni, majd meg tudjuk beszélni a közeljövőben, jó? Köszönöm szépen jelenlétét, és már egy hétre 10 órakor titokváltás és szentmise. Thank you.
részemről szabadok vagytok. Amikor elbúgat, hát mondom, hogy megverjetek. Ez olyan kis szőke lány, ez olyan kis férjel, a lányoknak az anyja.